A tizenévesek többsége minimum egy közösségi oldalra regisztrálja magát. A Facebook ebben a korosztályban már nem nagyon divat. Annál inkább az Instagram és a TikTok. Személy szerint nem szoktam semmit se posztolni, mert nem szeretnék magamról fotókat mutogatni, meg hát én nem ilyen típus vagyok. Amit így rendszeresen használok, az Instagram, Messenger, Viber, WhatsApp, és esetleg ami még van, de azokra nem szoktam posztolni, az ilyen, hogy TikTok, meg az ilyen egyéb dolgok. Melyiket szereted a legjobban, és miért? Instagramot, és azért, mert ott egy csomó érdekes dolgot látok. Akiket esetleg ugye követek, azok ugye minden nap posztolnak, és raknak ki Insta sztorikat, és ez így érdekes. A közösségi médiában való jelenlétet nem kell feltétlenül tiltani, de azt igenis meg kell tanítani a gyerekeknek, hogyan használják okosan ezeket a felületeket. Mi az, amit néznek, követnek ezeken az oldalakon, és mit posztolnak magukról, mondta dr. Szabó Balogvirág. Mindenképpen kell a szülői kontroll, sőt tovább megyek, hogy alapvetően az internetfüggőségnek a terápiájában a kognitív viselkedés terápia, tehát pszichológus, illetve pszichiáter addiktológusnak a vezetésével lehet valahova haladni, de gyakorlatilag, mint a többi függőségnél, itt is arról lehet beszélni, hogy ebből meggyógyulni nem lehet. Tehát így sikernek a terápiában azt szoktuk tekinteni, hogyha egy akkora életmódbeli változást létre lehet hozni, amiben gyakorlatilag nincsen már benne ez a működésmód, ez az ilyen iszonyatos használat, vagy nagyon sokszor egyébként ez akkor sikerül, ha teljes leállás van. A közösségi oldalaktól való függés jellemzője, hogy megváltozik az adott illető életmódja, a mindennapi élet fontos és hasznos tevékenységeitől, élményeitől veszi el az időt. Egy felmérés szerint az emberek naponta átlagosan 2,5-3 órát töltenek a közösségi oldalakon. Ez egész életükre nézve 5 év. A függőség is egyre fiatalabb, már 12-13 éves korban jelentkezik, hiszen a lájkok örömet, izgalmat okoznak, és növelik az önbizalmat. A stabil családi és baráti kapcsolat sokat segíthet a függőség tompításában vagy megszüntetésében. Sajnos beszélni kell a közösségi felületeken zajló kommunikációról is. Egyre több bántó, mocskolódó kommentet lehet olvasni. Aki ezeket írja, annak a legtöbb esetben ez látszat tevékenység, pillanatnyi hírnévvadászat és a saját problémáktól való menekülés, mondja a pszichológus. Maga az arctalanság, tehát az, hogy így sokkal kisebb a felelősség, nem tudja, hogy ki vagyok, nincsen annyi kontrollfunkció. Tehát ezek nagyon sokszor lazulnak, és ez jár azzal, hogy akkor én így odaírom azt, amit nem biztos, hogy mondanék neki, ha szemtől szembe lenne velem. Plusz generálja az egészet az, hogy ha csak egyet olvasok, akkor ez egy ilyen lavinát indít be. Pillanatokon belül még 10 olyan komment lesz, az már így bennem is lángra lobbant valamit, és akkor én is. Tehát, hogy egy ilyen abszolút ilyen ördögi kör tulajdonképpen. Az internetes kultúra, a kommunikáció javulása csak a felnőttektől várható, tette hozzá a pszichológus.